Sziasztok! Ez itt a Flash Talk első része. És hogy mi is az a Flash Talk? Ebben a műsorban különböző zenével kapcsolatos témákat veszünk górcső alá. Nagyon fontos. Ezek a témák abszolút a szubjektív véleményünkön és személyes tapasztalatainkon alapulnak, senki ne vegye szentírásnak. De ne is szaporítsuk tovább a szót, íme mai első témánk, hogyan alapíts zenekart? Vágjunk is bele! Sokféleképpen elhatározhatjuk magunkat a zenélés mellett. Például egy menőklippet nézve. A gitáros csávot látva, aki a parkban vagy a parton, a csajok gyűrűjében tépi a húrokat. Vagy éppen mikor spiccesen a koncerthelyszín WC-re mennétek. De sokan várnak. És ti inkább kint szeretnétek közszemérmet sérteni, és elindultok kifelé a sörötökkel. De nem lehet üveges sört kivinni! Jó, tényleg. Na mindegy. Kiértek, és egy fal mellett... Megpihentek, és közben a bentről kiszűrődő zaj felé biccent egyikőtök. Hát, ilyet még mi is tudnánk csinálni. Ja, kár, hogy nem tudunk zenélni. Te is arra gondolsz, amire én? Alapítsunk zenekart! Vagy ahogy nálam volt. Nekiálltam gitározni, csináljunk egy bandát, te leszel a basszeros. Jó, és ez a sztori szorosan kapcsolódik következő témánkhoz, ami nem más, mint... Annak, hogy megtaláld a számodra megfelelő hangszert, rengeteg módja lehet, de a leggyakoribbok rendkívül egyszerű. Azt tetszik. Vagy ugye, mint az én esetemben, amikor bandát alapítotok, és kellnek a különböző posztokra emberek, és így hozzátok meg a döntést. De nem kell izgulni, idővel úgyis kiderül, ki mire vágyik, és ki miben jó, jobb. Az elején nem érdemes megvenni a legdrágább cuccot sem hangszerből, sem erősítőből, de nem is szabad a leggagyibbat vásárolni, mert az egy életre elveheti a kedveteket a zenéléstől. Hangszerüzletekbe érdemes elmenni, kipróbálni azt a hangszert vagy erősítőt, ami tetszik. Az is megoldás jelenthet, ha bekéretőzöl egy általad ismert zenekar próbájára, és ott teszed fel a kérdéseidet, és próbálod ki a dolgokat. A végére pedig egy ne légy kretén tipp. Fontos, hogy mindig kéri engedélyt a hangszer tulajdonosától, mielőtt a hangszeréhez nyúlsz. Rendkívül fontos. A kísérleti időszakban teljesen felesleges hosszú távra szerezni termet. Elég, ha béreltek egy-egy órára próbahelyet a környéketeken, ha van rá lehetőség. Ha nincs, akkor se álljatok neki mondjuk otthon a konyhában zenélni. Mert az első pengetésnél rázendít a szomszédnéni, hogy... Az anyád úristen, itt te hülye gyerek! Hát mi ez az ormótlan ricsaj? Azonnal fejezd be! És megdobál tökkel. Az nem jó. Salátával? Az nem repül el odáig. Káposztával. Az fáj. Akkor kell káposztával. Az jó? Jó? Jó. Szóval leleményesnek kell lenni. Papaboros pince, garázs, faterműhely, másik zenekarterme, bármi megteszi, ahol eltűrnek titeket addig, amíg megszilárdul az elhatározás, hogy nem csak egy múló hóbortról van szó. Még egy ne legyél kretén tipp. Soha ne tegyél italt az erősítőre. Soha! A stílus kiválasztásánál rendkívül fontos, hogy azonos véleménye legyetek. Ha a stílusotok egy kicsit különbözik, az még jót is tehet a produkciónak, de a gyökerekben eltér, az még problémát jelenthet a későbbiekben. Például, ha egyik őtök egy lirikus popot, a másik meg punkot vagy metált akar csinálni, az nem feltétlenül szerencsés. De ha egyformák az elképzelések, akkor sinem van a dolog. A célok kitűzésénél lényeges, hogy próbáljatok a földön maradni. Lehet nagyot álmodni. És kell is, hogy legyen elképzelésetek a jövőről. De ennek eléréséhez rengeteg apró lépés vezet. Ha összejön 3-4 sajáddal, készítsetek egy demót, és kezdjétek el terjeszteni és házalni különböző koncertszervezőknél és koncerthelyszíneken. Lépjetek fel minél többször, és fogadjátok a jogos kritikát a hozzáértőktől, és ne sértődjetek meg mindenen. Az elején nagy átlagban minden zenekarban demokrácia van. Mindenki egymás szavába vág, mindenki bandavezető, vagy pont, hogy a háttérben megbúvó szereplő szeretne lenni. Viszont előbb-utóbb valakinek fel kell vennie a kesztyűt, és a legszerencsésebb az, ha ez az ember az, aki a legjobban ért az adott feladatkörhöz. Például a valamelyikötöknek fantasztikus témaötletei vannak, és ebben minden jótok egyetért. Akkor felesleges lazból ellene menni, hogy az én ötletem lesz csak azért, mert az enyém. Rakd bele te is a sajátodat, és tedd még jobbá. De a diktatórikus rendszer is működhet észszerű keretek között. Sőt,
A legfontosabb az, hogy gyakorolj ott és annyit, ahol és amennyit csak tudsz. Hát ez lett volna a mi kis szubjektív listánk. Ha tetszett és szeretnétek még ilyet látni, akkor dobjatok egy lájkot, vagy iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra. Sziasztok! Sziasztok!